Idén közel 400-an érkeztek a kis létszámú településekről a vízi csúszda és élményparkba. A közösségépítő nap jó alkalom volt arra, hogy a hat intézmény tanulói és nevelői közelebb kerüljenek egymáshoz. Mi már a 8. alkalommal veszünk részt, képviselő úr Víg László jóvoltából és az alapítvány jóvoltából, egyszerűen azért, mert együtt vagyunk. Mert vége az iskolának, a gyerekek szempontjából, nyár van, meleg van, és a pedagógusok, gyerekek jól érzik magukat együtt. A vízi játékok és a csúszdázás mellett a szervezők közös ebéddel is készültek. Pörkölt tarhonyával, valamint a kicsik kedvence, a lángos szintén szerepelt az étlapon. Harmadik alkalommal vagyunk itt, és most azt terveztük, hogy elmegyünk egyet lángosozni, utána megfagyizunk egyet. A sodrot próbáltuk, és az nekem nagyon tetszik. Igazából nagyon jó a társaság, nagyon jók az emberek, eddig nem volt semmi rossz, úgyhogy én örülök, hogy itt vagyok. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek nyári élményekkel gazdagodjanak. A tanévet tulajdonképpen jelképesen itt zárjuk Zalaegerszegen. 5 iskolánk van, Felsőrajk, Zalaszent Mihály, Pölöske, és 2 vasmegyei, Káld és Egervölgy. De nem csak onnan járnak ezekbe az iskolákba, hiszen egy-egy iskola gyűjtő, az azt jelenti 5-6-8 településre járnak oda, tehát mindegy 20 település van most itt, és hát úgy törtjük el a tanév végét, ahogy fontos a gyerekek számára, hiszen vannak sajnos olyan gyerekek, akik nem igen jutnak el ilyen helyszínekre, úgyhogy öröm számunkra, hogy meg tudjuk nekik adni ezt a lehetőséget. Az elmúlt évekhez hasonlóan a tanévzáró fürdőzés a fiataloknak és a szülőknek egyaránt kikapcsolódást nyújtott.